Főbb híreink. A kormány 25 termékkörre rendelte behozatali tilalmat Ukrajnából, jelentette be Gulyás Gergely. A Magyar Honvédség 1,65 milliárd forintból fejlesztette katasztrófavédelmi képességét. Tovább folytatódnak Izrael szerte a több százezer tüntetővel rendelkező tüntetések a koalíció tervezett igazságügyi reformja ellen. Újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra az északi áramlat gázvezetékeinek tavaly szeptemberi felrobbantásával kapcsolatban. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják, belföldi híreink. Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető minisztertől a Kormányinfón a heti TV szerette volna megtudni, mit tud tenni a kormány a lakáshitelek magas kamatai ellen, amelyek a hazai építőipart is nehéz helyzetbe hozzák. A politikus válaszában arról beszélt, hogy való igaz a jelenlegi inflációs környezetben valóban olyan magasak a lakáshitelek kamatai, hogy lakásvásárlásra építése alig vesznek fel hitelt az emberek. Az infláció letörése egy hosszabb folyamat, aminek az egyik nagyon fontos lépése lehet az MNB alelnökének bejelentése, mely szerint a monetáris tanács a jövő héten dönthet a kamat folyosó felső szintjének csökkentéséről. Ám miután egy hosszabb folyamatról van szó, Gulyás Gergely szerint erre az évre nem sok jót lehet mondani a hazai építőipar számára. Amennyiben sikerül az év végére az egyszámjegyű inflációt elérni, úgy a jövő év elejére a hitelkamatok csökkentésével az építőipar is beindulhat. A miniszter beszámolt arról is, hogy a kormány 25 termékkörre rendelte behozatali tilalmat Ukrajnából, köztük a repcére, a napraforgó magra, a lisztre, az étolajra, a mézre, valamint egyes húsfélékre, június 30-ig. A más országokból behozott termékekre pedig kötelezővé tették az elektronikus árforgalom ellenőrző rendszerbe való bejelentését. Tranzitszállításokra továbbra is van lehetőség. A hatóságok zárral látják el a határon a szállítmányokat, amelyeket elektronikus eszközökkel és járőrökkel is nyomon követnek, ismertette. Emlékeztetett még az Európai Bizottság is azzal érvelt, hogy az ukrán gabonának Afrikát megsegítendő kell kijutnia Ukrajnából, ehhez képest a magyar agrárpiacot teszi tönkre. Úgy tűnik, Brüsszel is hajlandó konkrét javaslatot elfogadni a piaci nehézségek kezelésére, jegyezte meg. Magyarország szívesen segít Ukrajnának, de a szolidaritást korlátja, hogy a magyar gazdaságot, különösen a mezőgazdaságot ez nem teheti tönkre. Durai Miklós egész élete és személyes példamutatása üzenet a világ magyarságának, mondta Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes csütörtökön a parlamentben. A miniszterelnök helyettes a közelmúltban elhunyt felvidéki politikus emlékére rendezett konferencián a rendszerváltoztatás emblematikus személyiségének nevezte Durai Miklóst. A politikus nem csak a felvidéki, de az egyetemes magyarság életében is intellektuális iránytű volt, fogalmazott. Kiemelte, vannak ma is, akik politikai megrendelésre próbálják meghamisítani az elmúlt idők történelmét, de sem Durai Miklós, sem az általa irányított együttélést nem lehet kitörölni a történelemből, jelentette ki Semmilyen Zsolt. A Magyar Honvédség 1,65 milliárd forintból fejlesztette katasztrófavédelmi képességét. A részben Európai Uniós forrásból megvalósult projektben olyan eszközöket vásároltak, amelyek segítik, hogy a honvédség hatékonyan tudjon részt venni a katasztrófák megelőzésében, a kár elhárításában. Solymosi Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnoka, a projektmenedzsere az eszközök csütörtöki átadásán a Honvédség budapesti anyagellátó raktárbázisán felhívta a figyelmet arra, egyre gyakoribb és hevesebb természeti katasztrófákkal kell számolni világszerte és Magyarországon is. Az ezredes kiemelte, a Magyar Honvédségre a lakosság már hosszú évek óta nem csak az ország területi szuverenitásának, lakosságának fegyveres védőjeként tekint, hanem olyan szervezetre is, amely katasztrófák idején az a polgári lakosság, az infrastruktúra és az anyagi javak védelmezője. Külföldi híreink. A héten már többször voltak tüntetések Izraelben, hol a reformok mellett, hol a reformok ellen. Az igazságügyi reform több tucat izraeli támogatója tüntetett, Aruhan Barak a legfelsőbb bíróság volt főbírójának otthona előtt. Isten verjen meg, hallani, ahogy az egyik tüntető egy megafonon keresztül Baraknak kiabál. A 86 éves holokauszt túlélő régóta a jobboldaliak haragjának célpontja, az igazságszolgáltatás jelenlegi állapota miatt bírálói szerint túl nagy hatalma van. Az ország több részén az ellentüntetők izraeli zászlókat tartottak, szégyen és demokrácia vagy lázadás szövegeket skandáltak, illetve Netanyahu bebörtönzését követelték. A héten idős asszonyok is ellepték a Tel Avivi Habima teret a tiltakozások jegyében. Ma a szombat kimenetele után, mint minden héten, ismét folytatódnak az Izrael szerte több százezer résztvevővel rendelkező tüntetések a koalíció tervezett igazságügyi felülvizsgálati reformja ellen. Több tucat külföldi pilóta csatlakozik az izraeli légierőhöz az éves függetlenség napi átrepülése jövő hét szerdán.
Az izraeli védelmi erők közlése szerint az Egyesült Államok, Németország és Egyesült Királyság és Olaszország repülőgépei vesznek részt az átrepülésen. Az országok közötti partnerség és az izrael állami állammal való egyedülálló kapcsolatuk jeleként. A külföldi gépek Izrael egén fognak repülni, néhányukat az izraeli légierő gépei kíséri, az országok közötti együttműködés és szoros kapcsolat kifejezéseként, teszi hozzá az IDF. A légierő bemutatói egy műrepülő bemutatóból, köztük vadászgépek kutyaviadal szimulációt bemutató bemutatójával és egy átrepülésből állnak majd. Benjamin Netanyahu miniszterelnök felszólította a köztisztviselőket, hogy az idei emléknap és a függetlenség napja előtt tegyenek félre minden vitát az igazságügyi reformmal kapcsolatos folyamatos viszálykodás ellenére. Az elmúlt hónapokban fontos vita dúlt közöttünk a demokráciákról, de ezekben a napokban arra kérek minden választott tisztségviselőt jobb és baloldalról egyaránt, hogy tegyék félre a vitát és hagyják azt a temetőkön kívül, áll Netanyahu videónyilatkozatában. A miniszterelnök szerint az egység, az óra követelése és a gyászoló családok megérdemlik, hogy úgy éljék meg ezeket a napokat, hogy egész Izrael népe egységesen viták nélkül álljon hőseink mögött. Szabadságát tölti nyugállományba vonulása előtt Szergej Avakens tengernagy, az orosz csendes-óceáni flotta parancsnoka, közölte a flotta sajtószolgálata. Avakens távozásának híre a csendes-óceáni flotta harckészültségének múlt pénteken elkezdődött meglepetésszerű ellenőrzése során került nyilvánosságra. Vladimir Putyin elnök szerint az ellenőrzés első szakaszát nagyon magas színvonalon hajtották végre. Orosz sajtójelentések egybehangzóan arról számoltak be, hogy a 65 éves Avakens helyére a 10 évvel fiatalabb Viktor Lina tengernagy kerülhet, aki 2021 óta az orosz Balti flotta parancsnoki posztját tölti be. Ő korábban a vezérkari főnök helyettese és a Fekete-tengeri flotta első parancsnok helyettese volt. A Balti flotta élére a TASZ állami hírügynökség értesülése szerint Vladimir Vorobyi altengernagy kerülhet, aki jelenleg az orosz fegyveres erők vezérkari főnökének helyettese. Újabb dokumentumok kerültek nyilvánosságra az északi áramlatgázvezetékeinek tavaly szeptemberi felrobbantásával kapcsolatban. A dán járőrök ugyanis orosz hajókat láttak a vezetékek környékén, több mint 100 fotót is készítettek róluk. Mindeközben a dán, finn, svéd és norvég állami műsorszolgáltató közös vizsgálatot indítottak az északi tengeren cirkáló orosz felségjelzésű hajók ügyében, mely során arra jutottak, hogy Oroszország civileknek álcázott hajóflottával gyűjt információkat a térség országainak katonai tevékenységeiről. A dán járőrök szerint napokkal az északi áramlatgázvezetékek tavaly szeptemberi felrobbantása előtt Bornholm-sziget közelében is orosz hajókat észleltek, közölte kedden a dán kormány. Dánia és Hollandia 14 Leopard 2 A4 típusú harckocsit adományoz közösen Ukrajnának, közölte a két ország csütörtökön. A harckocsikat, amelyeket egy harmadik féltől vásárolnak meg, felújítják és várhatóan 2024 első negyedévében szállítják le őket. Troels Lund Poulsen, a dániai ügyvivő védelmi miniszter elmondta, Európa békéje és biztonsága szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy ne hagyjuk, hogy az ukránok egyedül küzdjenek. Februárban Dánia, Németország és Hollandia bejelentette, hogy egyesítik erőforrásaikat és legalább 100 régi Leopard 1-es tankot állítanak helyre és adnak át Ukrajnának idén és jövőre is. Nincs alternatívája Ukrajna támogatásának, a segítség elmaradása Oroszország győzelmét jelenteni, jelentette ki Péter Pavel Csehol államfő Jens Stoltenberg NATO főtitkárnak Brüsszelben közösen tartott sajtótájékoztatóján. A cseh elnök a NATO brüsszeli székházában tartott sajtóértekezeten kijelentette, Ukrajna támogatása kötelesség. Szavai szerint a segítségnyújtásnak következetesnek kell lennie, és figyelembe kell vennie azokat a kockázatokat, amelyekkel a támogatás elmaradása járhatna. Ukrajna esetleges NATO tagságával kapcsolatban azt mondta, nehéz a csatlakozás pontos dátumáról beszélni a háború közepette. Először a háborúnak be kellene fejeződnie, aztán lehet majd időpontokról beszélni, fogalmazott. Ismét tüntettek Franciaországban. Ezúttal tüntetők rohamozták meg a párizsi üzleti negyedet a francia nyugdíjreform ellen tiltakozva. A demonstrálók elfoglalták az Euronext tőzsde épületét. Itt vagyunk, még ha Macron nem is akarja, itt vagyunk, skandálták. Emmanuel Macront a nyugdíjreform ellen hangosan tiltakozók fogadták vidéki látogatás sorozatának újabb déli állomásán, ahova a következő 100 napra előirányzott programja oktatási intézkedéseinek népszerűsítésére érkezett. A köztársasági elnököt egyébként a héten már egyszer edénycsörömpöléssel fogadták a tüntetők az elzászi széltátban, akik serpenyőket és lábosokat ütögettek, hogy belefolytsák a szót az elnökbe.
Bővebb információt a brajerpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak, most pedig pár mondat az időjárásról. Ma is folytatódik az alapvetően napsütéses idő. Tovább melegszik a levegő. Este nyugodt csillagfényeség volt a valószínű. A hőmérséklet jellemzően 18-20 fok köré emelkedik. Én megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!